Én bízom abban, hogy az embereket meg tudta szólítani a programunk. A kapitalizmus áldozataira emlékezett a munkáspárt kedden délután az egykori győri kexgyár megmaradt épülete előtt. A szervezet országgyűlési képviselője rövid beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy véleményük szerint az elmúlt 25 évben értelmetlen privatizáció és a nemzeti vagyon kiárusítása történt Magyarországon. Azért választottuk ezt a helyszínt, választottam ezt a helyszínt, ez a győri kex és ostyagyár volt területe. Volt üzeme, ami a háttérben látható, mert 91-ben ez volt az első, amit a rendszerváltás után privatizáltak. Ez a gyár 1880-tól működött, voltak jobb időszakai, mikor több ezer fővel dolgoztak, és 91-ben sajnos ezt privatizálták legelőször. A képviselőjelölt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a munkáspárt 7 pontban fogalmazta meg, hogy mit valósítana meg abban az esetben, ha bejutna a parlamentbe. Ezek között szerepel a hazai vállalkozások támogatása, a mezőgazdaság és a feldolgozóipar fejlesztése, az idegenforgalmi ipar létrehozása, valamint a kis falvak felzárkóztatása is. Milkovics Attila úgy fogalmazott, nagyon örülnének, ha elérnék az 5%-os parlamenti küszöböt, de erre most nem lát reális esély. Nagyon örülnék annak, ha a Magyar Munkáspárt, mint a dolgozók egyetlen baloldali pártja, dolgozókat képvisel egyetlen baloldali párt bejuthatna a parlamentbe, és igenis megmutathatná a dolgozóknak azt, a magyar állampolgároknak azt, meg tudnánk mutatni a győrieknek a képviseletemben azt, hogy igenis tudjuk őket képviselni. A munkáspárti képviselőjelölt szerint a kampány során eddig és ezután is minden lehetséges módon megpróbálják elérni a választókat, vegyes eredménnyel. Milkovics Attila szerint az idősebbek még mindig fogékonyabbak azokra az eszmékre, amelyek az ő programjukban szerepelnek. A fiatal korosztály szimpátiáját azonban úgy tűnik, nem sikerült kivívniuk.